változatos, sokszínű, és azt kell, hogy mondjam, hogy érdekes időszak áll mögöttünk, és hát ugye mögöttünk, de hát ki tudja még mi lesz előttünk. Az elmúlt időszak nehézségei mellett a projektet övező széles körű összefogás sikeréről is szót ejtett Alt Norbert alpolgármester azon a konferencián, melyet a Gyulai Művelődési Központban rendeztek. A több éven át zajló pályázat 4 alappillérre épült. Ezek egyike a humán szolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztése volt. Kiemelt szerepet kapott a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiacra juttatása, a közösségi szerepvállalás erősítése, a vidék népesség megtartó erejének növelése. A programban érintett emberekkel mentorok foglalkoztak. Az én fő feladatköröm az volt, hogy a hátrányos helyzetűeket segítsem, segítsük őket elhelyezkedni, segítsük őket akár mentálisan, vagy önéletrajzot írni nekik, vagy akár csak meghallgatni őket a napi problémájukról, vagy bármilyen jellegű problémájukról kereshettek minket. A célok elérésében Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza és Doboz lakosságának több mint 20%-át megszólították valamilyen módon. Én most megnyugvással és sikerrel értékelem, hogy eljutottunk már idáig, hiszen ez egy viszonylag hosszú program volt, és azért tekintem ezt sikernek, mert hogy nagyon sokan kísértek el bennünket ezen az úton. 772 főt tudtunk bevonni a munkaerőpiaci programjainkba. Ez azt gondolom, hogy egy igen magas szám, amit el tudtunk érni, és talán bizonyítja azt, hogy a kollégáim a projektben hasznos munkát végeztek. A projekt nagy eredménye, hogy 772 emberből több, mint 100 el tudott helyezkedni a munkaerőpiacon.